Vannak dolgok, amiket nem értünk, és vannak dolgok, amiket nem ismerünk. Ezért úgy tűnik, hogy nincsen jelentőségük, vagy csak a véletlen műve. Az, hogy egyáltalán megtörténtek, vagy szerencse, vagy bal szerencse, vagy összefüggések. Az érdekesség a világban az, hogy attól függetlenül, hogy valakinek van-e megfelelő ismerete és tudása bizonyos dolgokról, a világ csak szépen lassan, folyamatosan halad előre. Teljesen függetlenül attól, hogy ki az, aki érti, hogy mik történnek a világban, és ki az, aki nem. Remélem, hogy ez a videó, akárcsak az összes többi, hozzájárul ahhoz, hogy többen és többen legyenek azok, akik értik, hogy mi az, ami a világban történik, és tudják, hogy semmi sem véletlen, ami történik. Azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, pontosan tudják, hogy mit miért csinálnak, és hogy mi mit jelent. Számukra semmi sem véletlen, és mindenek van jelentősége, minden, amit csinálnak, kifejez valamit, attól függetlenül, hogy a világ és annak lakossága mit sem sejt erről az egészről. Úgyhogy ebben a videóban meg fogjuk nézni azt, hogy mi is a jelentősége magának a 8-as számnak, és hol találkozhattunk ezzel, és mi az, amit próbálnak közölni velünk. Hogy megértsük a 8-as számot és annak jelentőségét, ahhoz először az Ouroboros nevű, ezt a folyamatot el fogjuk kezdeni az Ouroboros nevű ősi szimbólum megismerésével, amiről már hallhattatok az egyik korábbi videóban, de el akarom kerülni azt, hogy elő kelljen keresni, úgyhogy inkább gyorsan nézzük át, hogy mi is az, amit az Ouroborosról megtudhatunk. Az Ouroboros az egyik legősibb szimbólum, amely Egyiptomból, illetve Görögországból ismert, de végigvonul az egész történelmen, és egy kígyót reprezentál, amely a saját farkát falja fel. És ez a folyamatos megújulás és pusztulás reprezentálja az időt és a teret és annak a megújulását. A saját magát elpusztító kígyó az egy gnosztikus, illetve egy alkemikus szimbólum. Az Ouroboros szimbólum az minden dolgok egységét fejezi ki, az anyag és a lélek egységét, azt az egységet, amely soha el nem tűnik, hanem újra és újra más formákban örökké megújul. Ez a ciklusa és a körforgása a pusztulásnak, illetve az újrateremtésnek testesül meg ebben a szimbólumban. Az Ouroboros egy másik formája az maga a végtelennek a jele, ami ugye a jól ismert fekvő nyolcas, amely a kígyó szintén saját magát felfalja, ezúttal azonban egy nyolcast formázva. A szó eredete Ouroboros a görög szavakból tevődik össze, ora, ami annyit jelent, hogy farok, míg a boros, ami annyit tesz, hogy enni. Így a gyakorlatilag a szó jelentése farok, evő, ami annyit tesz, hogy a saját farkát megevő kígyó, ugye, amely a végtelennek a jelképe és az egész emberiség történelmén keresztül fellelhető. Azt láthatjuk, hogy az egyik értelmezési formája az, hogy ez a kígyó reprezentálja az élet és a halál örök körforgását abban, amit ők itt univerzumnak hívnak. Egyébként a saját farkát megevő kígyó egyszerűen jelképezi az élet keletkezését a halálon át az egész univerzumon keresztül. Másik formában pedig ez egyfajta újjászületése a halottnak és a halhatatlanság vagy annak egy formájának az elérése. Ebből a szimbólumból fejlődött ki a végtelen szimbóluma, ami ugye egy fekvő nyolcas. Még egy érdekesség, hogy a régi korok alkemistái úgy hívták az Ouroborost, mint a név, a nagy kígyó neve, mely körülveszi a Földet. Egyébként a higany jelképe maga ez a szimbólum,
hiszen a higany az, ami bármiféle anyagon átfolyik, legalábbis e szerint, a cikk szerint. A másik az, hogy a kígyók ugye levedlik a bőrüket, és ez által újra és újra megújítják magukat és a saját fizikai létüket. Ezáltal egy tökéletes reprezentációt adnak az életnek a halálból való újra keletkezésére, illetve arra, hogy a halál után van egyfajta élet. Ezen kívül ez jelképezi, ugye itt szintén leírják mindennek az egységét. Érdemes azt már most figyelembe venni, hogy úgy tűnik, hogy ez a szimbólum erősen hozzá tapad azokhoz a filozófiákhoz és hitrendszerekhez, melyben az újjászületés mint egy fontos motívum megjelenik, ami effektíve mindet magába foglalja, néhány kivétellel, amelyben ugye az ítélet szerepel. De általában a pogány kultúrák és a mai divatosabb, illetve népszerűbb filozófia rendszerek mind egyfajta újjászületésről beszélnek, nem véletlenül. A The Chrysopoeia of Cleopatra, ami egy második századi alkemista mű, ebben fekete és fehér felekből ábrázolták ezt az Ouroboros jelet, ami annyit tesz, hogy az ellentétek egymáshoz kapcsolását, illetve az egész mindenségnek az összefűzését, az mindennek az egységét szimbolizálta, és észrevehetjük azt, hogy ez igencsak hasonlít a távol-keleti yin-yang szimbólumra, ami gyakorlatilag ugyanezt reprezentálja. Ez egy nagyszerű ábra abból a szempontból, hogy megtalálható rajta mind a yin-yang körforgás, az ellentétek, épp úgy, mint ez az egysége mindennek, illetve maga ez a tekervényes csigavonal, ami szintén az élet keletkezését szimbolizálja ezekben a pogány kultúrákban. Az ellentéteknek ez az egysége nagyszerűen megtalálható az okkultban, illetve mindenféle fajtájú luciferiánus filozófiákban és eszmerendszerekben, hiszen a fény és a sötétség az a fekete és a fehér reprezentációja, és az ellenség maga, azaz Satán jelképezi ezeknek az összemosódását, illetve az egységét mindennek, ami a törvényrendszer ellen van, amit a teremtő számunkra adott. Ezért fontos a pogányoknak ez a szimbólum, ami egyesít mindent tekintet nélkül arra, hogy mi is annak azon dolgoknak a tartalma. Illetve ez az a kígyó, amely körülveszi az egész világot. Ő az, aki a hazugságaival egyesíti az egész világot és annak népességét. A szabad kőművességből jól ismert fekete-fehér padló szintén erre utal, a jó és a rossz, a fény és a sötétség egységére, arra az egységre, ami összefoglal az az idézőjelbe tett Isten, amelyet tulajdonképpen az egész világ akarva, akaratlanul szolgál, aki maga ez a nagy kígyó, aki körbeveszi a világot, maga Lucifer, azaz Heilel. Természetesen a tudás az, ami elvezet az örök élethez, legalábbis az ő filozófiájuk szerint. Ez az a tudás, ami az egész világot békióba és gúzsba köti manapság. Az, hogy mindenki a világ tudásától várja a megváltást, és azáltal az újjászületés. Hiszen minél többet tud valaki, annál tovább jut a világban. Annál jobban azt gondolja, hogy megismeri a világot. Ez az, ami az egész világot tulajdonképpen megköti, és az emberek nagy része ez által halad a vesztébe. Mindenféle újjászületés filozófia, különösen a reinkarnáció, de a pogány kultúrák nagy része használja ezt a szimbólumot valamilyen formában. Észrevehetjük, hogy ez egyfajta kínai motívum, de ez megtalálható ugyanúgy egészen az északi pogány kultúráktól teljesen Afrikáig. A jelentése az, hogy minden teremtmény tulajdonképpen a természetből született, és létezik, illetve él úgy, hogy ennek a természetnek a részévé válik. Azaz elmozdítja az embert a teremtőjétől, és belehelyezi magába a teremtménybe, ami a természet. Ezért
olyan fontos, hogy megértse mindenki azt, hogy mit is jelentenek ezek a jelek, és mi az a filozófia vagy eszmerendszer, amiben hisz. Minden, ami elmozdít minket a teremtőtől, az az ellenségtől van. Ez a szimbólum, és maguk azok a filozófiák, amik ehhez kapcsolódnak, illetve az újjászületésről vagy a természet egyfajta imádatáról szólnak, azok mind az ellenségtől vannak, bármennyire is jónak tűnnek, vagy jól hangzanak. A végén mindenki visszatér ehhez a természethez, amelyből született a halál által, és újjászületik abból valamilyen más formában. Ez ennek a filozófiának, illetve hitrendszernek a lényege. Ez maga az egy körívből álló Ouroboros Egyiptomból, ez pedig egy hasonló jel Norvégiából. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanez a szimbólum megjelenik ezen az arany szarvason is. Ugyanezt a szimbólumot láthatjuk a CERN előtt, melyben Shiva, a hindu istenség táncol. De túl sokat nem kell kutatnunk ahhoz, hogy a művészetek tulajdonképpen minden ágában felfedezzük ezt a szimbólumot. És az emberek úgy tűnik, hogy előszeretettel használják, többnyire anélkül persze, hogy tudnák, hogy ez mit is jelent, mint mindig. Legalábbis az esetek túlnyomó többségében az emberek igazából ismeretekkel nem rendelkeznek, csak véleményt formálnak bizonyos dolgokról, vagy pedig használnak dolgokat anélkül, hogy tisztában lennének azoknak a következményeivel, vagy a jelentőségével. Akit érdekel, Mithra, ugye Mithrász, a közel-keleti kultúrából, aki valamiféle istenségnek minősült, ő szintén újjászületettként szerepelt ebben a mitológiában, és gyakran az Ouroboros volt a dereka köré tekerve. A kínai mitológia úgy tartja, hogy az univerzum az két ellentétből keletkezett, az egyik a Föld, a másik pedig az ég, és ebből a két birodalomból keletkezett az egész univerzum, ami a fény és a sötétség, a pozitív és a negatív, a jó és a rossznak az ellentétét szimbolizálja, és azt, ahogyan ezeknek az egyesülésével keletkezik a világegyetem, ugyanúgy, ahogy a Ying-Yang szimbólum magába foglalja ezt, és nagyszerűen bemutatja. Emellett ugye a Ying-Yang szimbólum az az egység reprezentációja a kínai kultúrában. A hindu kultúra szintén nem idegen a kígyó imádattól és az Ouroboros szimbólumtól, és egy teknőc körül tulajdonképpen ábrázolják ezt a kígyót, ahogyan a saját farkát megeszi, és a négy elefánt pedig viszi a hátukon a teknőst, és ez, ahogyan a világot ők elképzelték. Az észak-amerikai kultúrában ez a végtelen szimbólum szintén látható, az aztékok használták, és számukra volt egy tollas kígyó istenség, és ez az Észak-Amerikában és azokban a kultúrákban volt elterjedt, és így ábrázolták a saját farkát, eszi meg. Európában ez a szimbólum különösen az északi mitológiában volt ismeretes, a skandináv országok, a mai skandináv országok területén, és Jormungandr, a kígyó gyermek, az Loki és Angboda gyermeke volt, aki akkorára nőtt, hogy az egész földet körül tudta venni, és a saját farkát utána megette. Érdekes az, hogy minden kultúrában előfordul ugyanez a szimbólum, attól függetlenül, hogy lehetetlen volt ezeknek a kultúráknak a találkozása. Pontosan azért, mert ez is visszautal arra a krónikára, amit az írás ad Bábel tornyáról, és hogy hogyan szórta szét a teremtő azokat a kultúrákat, illetve embereket a Földön. Ezért olyan hasonló az összes pogány kultúra és szimbólum, hiszen onnan származott. Nem mind megkapta ezt a információt, hanem egész egyszerűen
magukkal vitték ezeket a hagyományokat. Az is érdekes, hogy ugyanitt a, ezekben az északi mitológiákban egy másik legenda szerint ez a kígyó az életfájának őrzője volt, az egyiptomi mitológiában pedig a nap reprezentációja volt, Aton utazásait az égen reprezentálta ez a kígyó. Innen aztán elérkezett a föníciai kultúrába, onnan tovább a görögbe, és végül megérkezett úgy, mint egy a végtelen szimbóluma az Ouroboros, ugye innen ismert ez a név, de ezen kívül ugye azok számára, akik úgy gondolják, hogy galaxisok és bolyók léteznek, a Tejútrendszer az szintén egy inspiráció lehet erre a szimbólumra az alakja miatt. Ezen kívül még vannak különböző mitológiai hiedelmek, melyek szerint ez a kígyó, amely az égben él, ez a fény kígyója tulajdonképpen. És én csak érdekesnek találom azt, hogy a kígyó valahogy mindig egy pozitív karakterként tűnik fel, vagy a fényesség, a tudás, az egység, az újjászületés, míg az írás egyértelművé teszi, hogy a kígyó az egy negatív karakter és az ellenség reprezentációja. Én még ez annyit tennék hozzá, hogy maga a kígyó az egyértelműen egy negatív karakter az írásban. Ez nyilvánvaló mindenki számára. A másik, a kettősség elfogadása, a fény és a sötétség, a jó, a rossz, a pozitív, a negatív, az ég és a föld, és ezen ellentéteknek az összemosása és ez és mindennek az egysége az egyértelműen a teremtő ellen van, hiszen megmondta maga a megváltó, hogy az atya az fény, és ő benne nincsen sötétség. Pontosan ez az, amiért az ellenség ezeket a dolgokat kitalálja. Teljesen mindegy, csak ellent mondjon annak, ami az írásban van, hiszen így lehet kialakítani egy másik fajta filozófiai rendszer. Megvan az, és itt egy alternatíva. Mindenki eldönti, hogy melyik az, amibe ő becsatlakozik. A probléma az, hogy míg az atya egyértelművé teszi az, hogy mi az ő útja és mi az ő elvárása, az ellenség soha nem fog odállni az ember elé és elmondani azt, hogy mi az, amit ő akar, hanem mindig is egyfajta trükkel, megtévesztéssel, hazugsággal, féligazságokkal fog közelíteni. Ezért egy nagyszerű példa és jelkép számára ez a mindennek az összessége, egybemosása az igaznak és a hazugságnak. Most pedig, hogy átszaladtunk azon, hogy mit is jelent az Ouroboros, és hol lehet megtalálni, mi a jelentősége, hogyan alakult ki, még ha ilyen röviden is, a következő részben meg fogjuk nézni a kapcsolatát a Harvey hurikánnal, illetve a megjelenési formáját, és azokat az érdekességeket, melyeket szerintem mindenki hasznosnak fog találni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!